I get better at moving on every time. Nóra Beauty. Merj ragyogni! Játék véget ért. Mostan az, hogy majd mindjárt szembe fúj velünk egy tehenet a szél. Megyünk át a kicsekkolás helyszínére, gyalogban dukolunk. Egyébként ez egy nagyon szép hely, nagyon jó érzés itt a történelem lüktetését érezni. Jaj, de költői vagyok. Tetszett, Görcsi? Erre kaptam fel a fejem. Jó, ugye? Nagyon szép ez a hely. Azt kell mondjam, hogy méltatlanul kevés szó esik erről a helyről, Gyeres. Fantasztikus ókori emlékek, hatalmas területen, rengeteg oszlop, gyönyörű diadalívek. Megy a timelapse, gyerekeim tanulnak, mutatom, és itt ülök ebben a tájban, üdítőd. Szürcsölve, magot, rákcsálva. Mikől még? Varázslatosan, szép, tájban dolgozni. Ez az út, ezen rendesen érzed, itt jártak az emberek, hogy ez itt egy ilyen nyüzsgőváros volt, ahol jöttek-mentek az emberek, ezen az úton itt sétáltak, és most már ilyen kicsit girbe-gurban állnak ezek a kövek, de basszus mégis állnak. Hihetetlen szép, nagyon. Gyönyörű. Hová álljak? Mondjad, hogy hová álljak. Hogy onnan jönnél. Aha. Fúj, de undi. Szerencsétlen. Van farka, valami lobogó. Van, szerintem csak járagat valami. Ja, tényleg kakil. Itt a barátkája. Felnagyítom. Kösz, hozzá. Megsimogattam és összehúztam. Miért simogattad meg, Szandi? Mert kíváncsi voltam. Olyan, mint a zuhancső amúgy. De ne nyújj hozzá! Nézd, és összetekeredik. Egyébként ez a jellemző a mai napunkra. Kígyóra vártunk, már itt izgultunk, hogy kígyó, és ez a kis kukacka itt a nap végén. De jó lesz, na. Legalább megkaptam a kis adrenalint. Na jó, fölvehetjük ezt a konfot. Készen állok? Oda fogunk menni vacsorázni, oda. Jaj, de szép, hát ez a zokni. Tökéletesen alkalomhoz illő zokni. Jaj, de jó. Na, mára befejeztük a forgatást. Várakozásokon felül korán. Most még beülünk az autóba és elgurulunk a szálláshelyünkig, Ázsulunig. Engem már ott vár a kis családom. Általában van ott valami szuper kis étterem is, ahova este be tudunk ülni vacsizni. Ezzel hagyjuk itt ezt a helyet. Jaj, annyira szép. Gondolkodom, hogy a falkóinak mondja meg holnapra, hogy jöjjenek el. Baklava. Jézus Máriám. Nagyon szép. Jaj, de jó kis hely. Megérkeztünk. Na, hello, manya. Na, szevasztok. Hello, moci. Jó, de jó kis kabinka ez, azt a 700-et. Ez csodás ez a hely. Jó, jó. Itt ez a zipline, az meg egy ilyen kalandpálya. És azon is voltatok? Voltunk. Mi esett a fogam? Mi? Dehogy is! Még egy. De. De! Ma az orrom előtt. Úristen, mekkora. Bencének csak szeretné és próbálja rángatni. Nem hagyom nekem semmelyik felhelyet. Ez az én Ázsia Expresszem. Cipelem a nehéz hátizsákig. Várjál, anya! Azért vagyok ilyen nehéz, mert sok tele vagyok szeretettel. Ez Jordániának annyira méltatlanul kevéssé ismert oldal. Arca, abszolút. Arca. És annyira nem vagyunk messze Ámántól egyébként. Nem vagyunk, már másfél órát jött. Rendesen minden pulcsit, amit találtam a földönömbe. Én mondtam, hogy hideg lesz, kelleni fog. Kis családom előre futott.
ez túl teng az energia bennük. Kisuskám, így ilyen csendesen kocogjunk utánuk. Mit lapkodnak? Csinálnak úgy. Forgatnak, igen. Hello. Szép kis Evi. Nézd, milyen jó, hogy így beöltözős. Nekem van a tanos pulcsi. Hát akkor ma lesz mit ennem, úgy tűnik. De mondta, hogy ez az egész családnak. Nagyon szerencsésen jött ki, hogy ma nem kellett annyira korán kelni. Így volt időm egy kicsit kipihenni magamat. De azért egy kávé jól esik. Jaj, de jó. És panorámás minket is. Pénzt adok a fogadért. Köst valami szép dolgokra. Azt a minden. Kis szüki csutcácska. Lejöttünk Szentendrére. Szentendrére. Jövök. Ipari kamerát itt ülnek. Nagyon helyes kisváros. Nagyon. Jordán Positano. Tényleg? Szati, nagyon jó. Igen. Jordán Positano. Most tudom, milyen hangulatos lehet. Na, megvagyunk. Ja, és itt kell fölmennünk nekünk is. Szerintem te fönt várod. Ez egy jó kis hely volt. Ezt sajnálom itt hagyni. Minden jól néztek ezek ki. Baby könnyű. Baby könnyű? Na, azt megnézzük. Ügyes vagy. Nem adtad fel. Ügyes vagy. Na, hát vannak helyek, ahonnan nem. Nem szívesen megyek el. Ez például nagyon szép hely volt. Menjünk tovább. Egy olyan helyre, amiről nem tudunk semmit. Úgyhogy lehet, hogy útközben itt-ott megállunk városnézésre, vagy valami, nem tudom. Meglátjuk, kinézem most, hogy pontosan hova is megyünk, de még előtte egyet reggelizünk ezen a fantasztikus helyen, ahol tegnap vacsoráztunk, mert ebből sose elég. Good morning, Mabi! Nézd fel a búzát! Ez nagyon szép ez a hely. Ez annyira szép. Itt ha lenne drónom, ami most nincs, de nem lehetett hozni, akkor fú, de belepülném a környéket. Good morning! Aztán a Máditól egy ilyet. Tényleg? Ez jó. Annyira rendesek most... a Mádi. Hívlünk oda? Szokásos helyünkre? Nice, ez a mi. Érjézem egy. Mikor jön
Sziasztok! Teljesen az, amiről beszéltünk. Ez egy pizza, lelkembe. Ez a tűzszelem, te gizus szelet. This is chicken. Megmutatom a nálási gyerekeket, akik reggelire csirkecomba tesznek. Csak ő, én vega vagyok. Ja, ő vega. Ő a vega, ő meg a nem vega, aki viszont reggelire csirkecombot rendelt. Az pedig omlett, amit nálási Mici fog elfogyasztani. Jó a csirke? Még mindig jó? Igen. Megfűtik, megeszik. Kézeny. Annyira, annyira jó ízére eszik, hogy jó nézni. De ez mi? Mit esznek? Halat. Meg, ja, halat. Meg aztán búzakos állat. Ja, búzakos. Cuki-cuki cukrot. Csak úgy harapják meg. Hello, good morning again. Hát ez fantasztikus volt. Itt hagyjuk most ezt a csodálatos helyet. Gyönyörű volt, istenítettünk. Mindenkinek ajánlom, aki véletlenül erre járna, hogy ezt az éttermet próbálja ki. Finom a kaja, nem drága, ez a kilátás, ez pedig lenyűgöző. Goodbye. Jó volt. Nagyon érdekes ez az utazási stílus, amit mi itt művelünk, hogy gyakorlatilag teljesen leszakadva a stábról, ilyen szabad életet élünk, mindig is inspirálódva abból, hogy ők merre jártak. A célunk az, hogy mindig Nolival, hogy este összefussunk. De teljesen szabadon jövünk, megyünk a hotelek, ahol aztán összetalálkozunk, azok fixek. Ma is ezt fogjuk csinálni, hogy csinult közben. Meg fogunk állni egy ilyen régi római maradvány környékét, egy kicsit körbejárjuk, és aztán utána megyünk tovább arra a helyre, ahol majd este Nolival találkozunk. Nagyon érdekes ez az egész, ahogy így loholunk magunk után, de nyilván mi rettetesen lemaradva, tehát ők elindulnak korán, mi meg szép kényelmesen fölkelünk, megreggelizünk. Tulajdonképpen nem sietünk sehova. Na, itt vagyunk, anyáik itt forgattak tegnap. Tukmálok. Tukmálok? Rátukmálnak minden. Te jól érezted, Mici, itt már kezdődik a nyomakodás. Thanks. Bazári. Hú, de jól néz ki. Hello. Anya azt mondta, hogy menjünk arra egy kicsit el, ott lesz a gladiátoroknak a küzdőtere. Látjátok, hogy mekkora város volt? És ezek a kövek, amin járunk majd mindjárt. Sok ezer éves kövek. Ezt a gyangol úgy értett, hogy egykor egy nap, gyere. Zsúgy, szépen körbe mentél. Hoppá! Itt ilyen gladiátor harcok voltak. Húha, itt vagyunk. Ez itt egy színház, és ez pedig a hippodrom pálya. 17 ezeren fértek ide be. Itt bejövünk, ez már maga az aréna. Szóval micuskám, ez neked itt a kedvenc helyed lettél volna, ha a régi római korban élsz. Lovas kocsi versenyeket tartottak itt. Hát ez így ment körbe. És itt ezek végig az istállók. És itt van a lelátó, látjátok? Itt nézték és itt zsukkoltak neki. Leizzad, becsül, hát ez... Leúzzad és lecsúszik, és nagyon idegesítő. Nem kellett volna szemüvegesnek lenni. Csak viccelek. Nem kellett volna így megszületni, hogy szemüveges vagy. Anyának mond, nem én döntöttem. És én, bocsánat, ez nekem is van közöm. Nem csak anyából lettél, nem hanem belül. Nem szemüveges vagy. Az igaz. Anya nem. Anyának olyan éles látása van, hogy... Te, igen. Sajnálom, valóban az én hibám. Kiszámoltam, hogy a 25-ösre voltam. Elszámoltam 12-től a 30-ig, és a 30-től visszaszámoltam annyit, ahol én vagyok, és az volt a 25-ös. Visszamentem a térképhez, és számoltam. És ott a bemész a 25-ösbe, ott oldalt el lehet menni, és átmész a 26-ösbe. Tényleg? Így összenézted a térképpel? Igen. Ugyasad, drágám.
Ez nagyon vicces, itt vagyunk a régi római maradványok mellett, és a parkoló az meg napelemes. Mici most versenyfajlajtozásban van. Hány ékrémet tud megenni 10 perc alatt? Itt vagyunk. Ha ide bemegyünk, akkor itt el tudunk menni, és ide el tudunk menni. Ez az Zeus templom. Menciből archeológus. Sorry, yes, YouTuber. Hi. Megérkeztünk a színházhoz. Nézzétek, milyen szép. Indiana Jones barátomnak elfújta a kalapját. Te jó Isten! Botrány lesz, botrány lesz. Ha ott elmegyünk a balra, akkor ott van az Zeus templom, vagy az. Zeus templomát mindenképpen keressük meg. Erre kell valahogy menni. Én ezt tudod, miért tartom meg? Miért? Mert olyan mutatok. Jó, látom. Hú, de jó lenne itt rólatok egy képet lőni. Ez az álljál úgy, azaz, fú, de menő. Mici, megszámolj. 55. 55 oszlop van? Menci, gyere! Hallgassunk bele a magyar csoportnak. Csendben, hogy ne tudják, hogy magyarok vagyunk. Csak hogy ne vegyék észre, hogy magyarok vagyunk. In the woods, lost as I choose.